Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Az új blokkokról kaptak tájékoztatást, Pakson ülésezett a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága. Élhetőbbé vált nagy dolog, topos pénzből megszűnt a belvízveszély. Kórházi ápolóra támadt, 2 évre felfüggesztett börtön kapott a részeg férfi. Mátyás királyra emlékezve a Korvinák legszebb oldalaiból nyílt kiállítás Dombóváron. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága november 6-án kihelyezett ülést tartott Pakson, amelyen Süli János, a Paks 2 beruházásért felelős miniszter, Lenkei István, a Paks 2 ZRT vezérigazgatója és Mitler István, a társaság kommunikációs igazgatója tájékoztatást adott az új atomerőművi blokkok létesítéséről. Megbízhatóan tud 60 évig olcsón, környezeti hatásoktól függetlenül működni. Ilyen a nukleáris biztonsági szabályzatban szereplő elvárásoknak mindenben eleget tevő, Fukushima álló, úgynevezett 3+ generációs modern blokkok épülnek Pakson, mondta el Süli János miniszter a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága Pakson tartott kihelyezett ülésén. Beszélt arról is, hogy több mint 300 engedéllyel rendelkezik a Paks 2 projekt. A jogerős környezetvédelmi és telephelyengedély kiadását minden körülményre kiterjedő elemzések alapozták meg. Az aktuális feladat a műszaki megfelelőséget igazoló létesítési engedélykérelem elkészítése, tette hozzá. Süli János kitért az elmúlt hetek időjárásának európai árampiacra gyakorolt hatására is. Rámutatott, hogy hazánk villamos energia fogyasztása évről évre nő, kielégítésére nincs elegendő hazai kapacitás. Véleménye szerint az importarány idén elérheti a 35%-ot, ami jelentős ellátásbiztonsági kockázatot rejt. Ezért is fontos, hogy a Paks 2 projekt révén a hazai atomerőműben megtermelt villamos energia mennyisége hosszú távon biztosított legyen, hangsúlyozta. Kérdésre válaszolva Lenkei István, a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatója elmondta, hogy a projekt műszaki és pénzügyi feltételei biztosítottak. A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága tagjai az ülést megelőzően látogatást tettek a paksi atomerőműben, így annak tevékenységéről és az atomerőművi kapacitást hosszú távon fenntartó beruházás részleteiről is első kézből kaptak tájékoztatást. A kor kihívásaira jobban reagáló kutatási egységeket hoz létre a Pécsi Tudományegyetem szexárdi kara, amiket a várossal, a megyével és a régióval közösen kíván fenntartani. Az együttműködés részeként új műszaki szakokat is indítanak, amikkel a helyi vállalkozások jövőbeni igényeit és a paksi atomerőmű bővítéséhez szükséges munkaerőigényt is ki tudják majd elégíteni. Ezen túl a szőlészet, borászat terén is megerősítik az egyetemi kart, amitől azt remélik, hogy a szekszárdi borvidék a jövőben még jelentősebb szerepet tölt be az országban és a régióban is. A konferencián Szécsi Gábor dékán kiemelte, azért is van szükség az együttműködésre, mert tudományos forradalmat élünk. A tudomány egyre inkább egy egységes struktúraként jelenik meg, amelyen belül nincsenek éles határvonalak az egyes tudományterületek világában. Elkülönült kultúrák nem jönnek létre, például az elméleti és a gyakorlati kutatások terén. Közelednek egymáshoz a reál és a humán tudományok. Egy olyan forradalmat élünk meg, amihez hasonló valamikor az írásbeliség korában alakulhatott ki, aminek a hátterében a tudás forradalma is rejlik. Nem véletlenül hívjuk a digitális kort harmadik tudás forradalomnak. Budapesten tüntettek a szakszervezetek, amelyen 200 paksi atomerőműves dolgozó is képviselte érdekeit. Több mint 2000-en gyűltek össze a Magyar Nemzeti Bank előtt, ahol korábban készült egy támogató tanulmány azzal kapcsolatban, hogy a béren kívüli juttatások nem károsak, hanem a gazdaság és a gazdasági társaságok számára nagyon is előnyösek. A Szabadság téren a szakszervezeti vezetők arra kérték a kormányt, hogy a tervezett adócsomagot ne fogadják el, mert a béren kívüli juttatások fontos részét képezik a dolgozók bevételeinek. Azok csökkentése komoly problémát jelent a munkavállalónak, és előbb-utóbb a munkáltatónak is. A beszédeket követően a szakszervezeti tagok egy petíciót adtak át a parlamentben, bízva abban, hogy érdekeik és juttatásaik nem csorbulnak.
Közel 2 kilométer hosszan top forrás felhasználásával épült vízzel vezető rendszer Nagydorogon. Az átadó ünnepségen Süli János miniszter arról beszélt, a Paks 2 beruházáshoz kapcsolódóan fontos fejlesztések folynak a térség szerződött önkormányzataiban, annak érdekében, hogy élhető és biztonságos térségben működhessen az új atomerőmű. Azért átlagott az a belső mély részen, megállt benne a belvíz, és felhúzódott azok a kis házakhoz, és ott kellett homokzsákoznunk. Ezt a problémát orvosolja most elkészült közel 2 kilométernyi csapadékvíz elvezető árok, mely levezeti majd a település belvízeit. Mindez az első lépés, mondta Kovács György, Nagydorog polgármestere. Bemaradva a Paks 2 projekthez egy nagyobb összegünk, egy 1 milliárdos összegünk beadva, hogy sikerül beazonosítani, illetve sikerül fejlesztési lehetőségekhez jutunk onnan, akkor az egész területet a Nagydorogon belül meg tudjuk oldani a csapadék elvezetést. Süli János miniszter arról szólt, a Paks 2 beruházás környezetében lévő települések fejlesztése és élhetővé tétele fontos eleme az építkezésnek, hiszen a beruházás kivitelezői és működtetői számára nyújt majd életteret. Önmagában nekünk olyan feladatunk nem lesz, hogy valahogy csináljunk meg egy közmű vagy egy csatorna fejlesztést, de a kapcsolódó létszámelhelyezés, szolgáltatás bővítés miatt azokat pedig nem terheljük a településekre, hanem azokat mi akarjuk majd megcsinálni. A nagydorogi vízelvezető rendszer a területi operatív program támogatásából jöhetett létre. 103,94 millió forintba kerül, ami azt jelenti, hogy az itt élőknek ez a közérzetén jól láthatóan, reményeink szerint látható lesz és tapintható lesz. A topforrások összértékében 2,7 milliárd forintot tettek ki Tolnamegyében. Ennek 98%-a már megvalósult vagy befejezés előtt álló beruházást támogatott, emelte ki a megyei közgyűlés elnöke. Elemzők szerint stabil, erős a magyar gazdaság, egyedül a munkaerő hiány okoz nagy fejtörést a cégeknek. A régióban Lengyelország és a Románia fejlődött a leginkább, az elkövetkező 2 évben a gazdasági növekedés kisebb lassulására lehet számítani a régióban és Magyarországon is, hangzott el a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara rendezvényen, ahol a gazdasági környezetről, hitellehetőségekről, leasingről kaptak tájékoztatást a cégvezetők. Bozsogi Tamás pénzügyi szakember a világgazdasági kilátásokról beszélt az iparkamara rendezvényén. Elmondta, hogy az amerikai és az európai gazdaságban egy kisebb lassulásra kell készülni 2019-ben. A régióban Lengyelország és Románia fejlődött a legnagyobbat. Magyarországon pedig idén csúcsra érhet a növekedés, és 2019-ben egy kisebb lassulásra kell számítani. Pénzforgalom hiány, ami ebben másképp jelenik meg a statisztikákban, ez egy picit elszaladt az elmúlt egy-két évben, elsősorban az uniós beruházásoknak az előfinanszírozása miatt, ez szintén 2020-ra ki fog szépen egyenlítődni, és ezzel együtt az államadósság szintje is meredekebben tud csökkenni, mint az előző időszakban. Ez mindenképpen pozitív hír, illetve a magyar gazdaságnak ugye a stabilitását erősíti. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt emelte ki, hogy a magyar vállalkozások csak úgy tudnak fejlődni, ha van elég forrásuk hozzá. Szükségük van a különböző pénzügyi forráshoz, legyen hitel, vagy pályázat, vagy akár leasing, mert hogy fejlődőképes legyen egy vállalkozás, a saját forrásaiban mindig nem tudja megoldani, ahhoz kell külső forrás is, és úgy gondolom, hogy ez számukra egy nagyon nagy lehetőség. A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint több mint 2-szer annyival nőtt idén a vállalatok hitelállománya az első 3/4 évben, mint tavaly. 7.317 milliárd forintnyi hitelt vettek fel a magyar cégek 9 hónap alatt, a mikro, a kis és középvállalkozások hitelezése bővült a leginkább. A magyar bor európai szintű kiváló minőségű termék, és a kormány szeretné, ha a magyar borászati vállalkozások még jobban fel tudnák venni a versenyt a nyugat-európai társaikkal, mondta az Agrárminisztérium vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár szerdán. Az államtitkárság a vidékfejlesztési program részeként az elmúlt években 40 milliárd forintot szánt borászati támogatásra, a keret összegből mintegy
34 milliárd forintot költöttek el, jövő januártól pedig újabb 50 milliárd segítik majd a borászati cégeket, élelmiszeripari vállalkozásokat. Egy borászat legfeljebb 200 millió, egy élelmiszeripari szereplő 500 millió forintot nyerhet el a nyertesektől nagyobb hozzáadott érték előállítását és a foglalkoztatás bővítését várják, tudósít az MTI. Kórházi ápolóra támadt egy férfi Szekszárdon, a támadó erősen ittas volt, és akkor lett agresszív, amikor meg akarták kérni, hogy feküdjön fel a vizsgáló ágyra. A férfinak közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt kellett bíróság elé állnia. Itt a szekszárdi kórházban a sürgősségi osztályon rontott rá az egyik ápolóra az erősen ittas férfi. A férfit a mentők vitték kórházba, miután egy decemberi éjszakán két rendőrjárőr igazoltatta. Ők vették észre, hogy önkívületi állapotúra itta magát. A kórházban akkor vált agresszívé, amikor két orvos megpróbálta rábeszélni, hogy feküdjön le a vizsgálóágyra. A férfi ettől dühös lett, és neki rontott a teremben dolgozó ápolóra. Ököllel arcon ütötte, majd dulakodni kezdtek. A verekedésnek a kórházi biztonsági őrei vetettek véget. A bántalmazás során a sértett ápoló súlyos 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedett. A dühös bántalmazónak végül közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt kellett bíróság elé állnia. Egy év börtönre ítélte a bíróság a vádlottat, amelynek végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztette. Azért mondta ki a bíróság a vádlottat bűnösnek, mert közfeladatot ellátó személy ellen követett el erőszakot, mivel az ápolók, segédápolók, egészségügyi személyzet tagjai különös védelemben részesülnek a büntetőjog szerint, mivel ők közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Az ítéletet a vádlott és az ügyész is tudomásul vette, így az jogerőre emelkedett. A Mátyás király emlékév alkalmával nyílt kiállítás Dombóváron a Korvinák legszebb lapjaiból. A Magyarság háza szervezésében 5 különféle kiállítás járja az országot és a világ magyar lakta területeit, népszerűsítve Mátyás szellemi örökségét. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkára megnyitón azt mondta, elsősorban a gyerekek érdeklődését kell fenntartani Mátyás iránt. A kódexek Mátyás könyvtárában, aki mindig szakított időt az olvasásra, soha nem a tisztárt szerepét töltötte be. A hangulat tehát, amit a kiállított másolatok megidézni kívánnak, ezen a tárlaton sem a fényűző pompái, hanem a tartalmas beszélgetéseké, az olvasás élvezetéé. Csibi Krisztina, a szervező Magyarságháza igazgatója méltatta Mátyás király politikai nagysága mellett azt a szellemi értéket, melyet a legközkedveltebb magyar uralkodó hagyományozott az utókorra. Minden ugyanarra mutat, hogy egy olyan igazságos uralkodót tudunk felmutatni, egy olyan személyiséget, amely integrálja a magyarságot, akire egyaránt büszkék lehetünk, éljünk bárhol a világon. A kiállítás egy 2008-as tárlat továbbfejlesztett változat, amelyben az országos Széchenyi könyvtárban található több mint 30 Korvinából 16-ot mutat be a kiállított 24 tábla. A nemzetpolitikai államtitkárság Mátyás éve a 3. tematikus év. Megemlékeztek már Márton Áronról és Szent Lászlóról is. Amikor egy-egy emlékévről határozunk, akkor mindig azt nézzük, hogy mennyire tudjuk megszólítani vele a világ magyarságát, a Kárpát-medence magyarságát, illetve nagyon fontos szempont az, hogy a gyerekeket és a fiatalokat is be tudjuk vonni az emlékév eseményeibe, mert hogyha politikáról és nemzetpolitikáról beszélünk, akkor a legfontosabb az, hogy a következő generációknak tudjunk valamit nyújtani. A Családok éve programsorozatban jól illeszkedik a Mátyás év, mondta az államtitkár. Mátyás nem csak a magyarság számára kiemelkedő uralkodó, közép-európai léptékben is jelentős volt, aki megállította a török oszmán birodalom elődetörését, hangsúlyozta Potápi Árpád János. A folytatásban Somogy és Baranya megyék híreivel megyünk tovább. Száztíz millióból korszerű tűzoltó őrs új laktanyát adtak át Sásdon. Temetőgondozás, katonák takarították a hősök temetőjét Kaposváron. Pécsi kosaras csütörtök, két bajnok itt egy-eggyel.
Mintegy 110 millió forintból épült új tűzoltóőrs Sásdon, a beruházás Európai Uniós forrásból valósulhatott meg, ezzel pedig 30 település lakosai kaphatnak hamarabb segítséget. A laktanya korszerű körülményeket biztosít a tűzoltóknak is. Az ünnepélyes szalagátvágás után már birtokba is vehették a sásdi tűzoltók az új őrsöt. Az állomásra környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében épült meg Európai Uniós forrásból. A projektnek köszönhetően eddig 44 őrs kezdte meg működését országszerte. A Baranya megyében élők biztonságát 103 millió forintból kivitelezett sásdi őrst is növeli, ahol a nap 24 órájában teljesítenek szolgálatot a hivatásos tűzoltók készen arra, hogy minél rövidebb időn belül segítséget nyújtsanak, baj esetén 30 település 12 ezer fős lakosságának. A katasztrófavédelem még 2012-ben indította el az ÖRS programot, hogy minél rövidebb idő alatt segítséget nyújtsanak a nehezen elérhető területeken is. A sásdi épület, mint minden tűzoltó laktanya, két részből áll. Az egyik az a szertár, itt foglal helyet a tűzoltó gépjármű, a gépjármű fecskendő. A másik a legénységi rész, ahol a tűzoltók gyakorlatilag a szabad idejüket töltik, illetve ahol éjszaka alszanak, ha éppen nincsen riasztás. Az átadó ünnepségen Sást polgármestere kiemelte, a mentésnél az egyik legfontosabb az idő kérdése. Rab Győzőnél hozzátette, különösen igaz ez erre a térségre, ahol több kisebb település is számít a tűzoltók mentők segítségére. A mentőállomásunk mellett most végre a katasztrófa védelmi őrs, tehát a tűzoltóállomás is elkezdett dolgozni november 1-én, így együttesen, közösen gondolom még hatékonyabban fognak tudni majd dolgozni, és nagyon sok eseményt tudnak majd ezzel a rövid vonulási idővel megoldani. Az ős továbbá korszerű elhelyezési körülményeket biztosít a tűzoltóknak. Nem csak az ingatlan teljesen új, hanem a készenléti állomány riasztását végző rendszer is, amely a jelenlegi legmodernebb informatikai háttérrel rendelkezik. Két napon át takarították, tették rendbe a hősök temetőjét Kaposváron a katonák, főként az őszi falevelek összegyűjtése várt az egyenruhásokra, akik rendszeresen gondozzák a sírokat. Ezúttal az első világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából végezték a munkákat. Tamási Ádám főhadnagy nem először dolgozik a hősök temetőjében, ezúttal is kivette részét a munkából. A katonasírok gondozása ez egy nagyon fontos feladat, hiszen az elődök azért őket azzal megtiszteljük, nyilván, hogy itt a sírokat rendbe tartjuk. Ez egy fontos feladat a honvédségnek. A Magyar Honvédség katonái rendszeresen gondozzák az elesett honvédek sírjait szerte az országban, így Kaposváron is. Itt a török síroktól elkezdve a németeken, a szerben, románon keresztül mindenfajta nemzetiség, náció előfordult, aki itt Kaposváron valami módon a hadikórházban gondozás alatt volt, és itt hunyt el Kaposváron. Közel 1300 katona sírja található a kaposvári hősök temetőjében. Itt főként az első világháborúban elesettek nyugszanak. A 20-as évekre egy gyönyörű szép kegyeleti emlékpart alakult ki. Sajnos utána 1945-t követően a temető egy kicsit feledésbe merült, de a 90-es évektől a város és a Magyar Honvédség is rendszeresen gondozza a katonasírokat. Nagy öröm számunkra, hogy az utóbbi években az iskolai közösségi szolgálat keretében már a diákok is részt vesznek a temető gondozásában. November 11-én emlékezünk az első világháború befejezésének 100. évfordulójára. Erre az alkalomra időzítették a kaposvári hősi temető rendbetételét is. Három katonai szervezettől 15-en takarították össze a lehullott faleveleket a sírkertben. Felszámolták az egyéni paraszti gazdaságokat és TSZ-ekbe kényszerítették a vidéki lakosságot. Az 1945 és az 1990 közötti időszak társadalomra gyakorolt hatását mutatja be a Nemzeti Emlékezet Bizottság vándortárlata, ami a fiatalokhoz is szól, hiszen ők nem élték meg ezt a kort, számukra ez már történelem.
A földeken boldogan dolgozó emberek, a kommunizmus idején így ábrázolták a plakátok és a fotók a vidéki paraszti társadalmat, amely azonban nem ilyen idilli képet festett. A Nemzeti Emlékezet Bizottság célja, hogy bemutassa az 1945 és 1990 közötti történeti időszakot, azt, hogy valójában mi történt a társadalomban. Ennek részeként a paraszti társadalom felszámolását mutatja be az a vándorkiállítás, amely a kaposvári Riprunai Múzeumban nyílt. Itt arról van szó, hogy a kommunista hatalmi rendszer fel akarta számolni az egyéni paraszti gazdálkodást, TSZ-ekbe akarta kényszeríteni a társadalmat, különösen a vidéki lakosságot természetesen, és ezt akarjuk bemutatni, hogy ez milyen problémákat okozott, és milyen személyes emberi tragédiákat is okozott. A hatalom beleszólt az emberek életébe. Aki önállóan gazdálkodott saját területén, féltette vagyonát a felszámolástól, az államosítástól, és ezért kiállt az igazáért, hamar elvesztette földjét, mondta Borhi Zsombor Kaposvár alpolgármestere megnyitó beszédében. Ráadásul ezek az emberek erős közösségeket, erős falusi közösségeket alkottak, ami szintén nem kívánatos volt a kommunista rendszer részére. A kiállítás a fiataloknak is szól, akik nem élték meg a rendszerváltozás előtti időszakot, akik a kommunista rendszerről csak a történelemkönyvekben olvashatnak. A rendszerváltozás óta eltelt időszakban már megszeretett az a nemzedék, sőt már lassan föl is nőtt az a nemzedék, akinek Kádár János már csak egy kép egy történelemkönyvnek a lapjain, és igazából már nem tudják mihez kötni, és tényleg arról van szó, hogy ez a politikai rendszer, ez nagyon-nagyon mélyen beavatkozott az emberek mindennapi életébe. Az a szabadságfok, ami ma megvan a fiatalok számára, az nem volt evidens, és ezt nem értik. És ez a kiállítás is azért jelzi azt, hogy milyen az, amikor elveszik az embertől a földjét, elveszik az embertől az egzisztenciáját. A Nemzeti Emlékezet Bizottság vándortárlata november közepéig látható Kaposváron. Négy jó kosárlabda csapatot láthatnak azok, akik csütörtökön kilátogatnak a pécsi Lauber Dezső sportcsarnokba, mindezt egy jegy áráért. A 16 órakor kezdődő Peac Pécs ZTN női meccs után ugyanis 18:30-kor a jelenleg a tabella éllovasa PVSK Veolia fogadja a Szedeákot. Két bajnokit egy jeggyel. Ezzel a szlogennel hirdetik a pécsi élvonalbeli kosárlabda csapatok csütörtöki mérkőzésüket. A Peac Pécs és a PVSK Veolia összefogott, elsősorban a szurkolók lehető legjobb, legszínvonalasabb kiszolgálása érdekében, és kosaras csütörtökre várják a drukkereket. Csütörtökön 4 órakor és fél hétkor egy dupla meccset szerveztünk, vagy játszunk a Peaccal. A Peac ugye az Zalaegerszeg csapatát fogadja, mi pedig a Szedeákot, a Szegedet fogadjuk. Hát igazából a csapatoknak talán annyiból jó, hogy ezzel a pécsi szurkolókat tudjuk igazából kiszolgálni, és egy olyan élményt adni nekik, ami talán így tényleg a kosárlabda szempontjából maradandó lehet, és nem mellesleg az arról, hogy ugye egy jegyárával két hihetetlen jó mérkőzést rangadót tud megtekinteni. A nézőszámra amúgy sem lehet panasz Pécsett, hiszen csak a Falkónak és a Körmennek jártak ki többen a tavalyi hazai meccseire a férfi NB1-ben, mint a PVSK Veoliának. A többi sportágat is figyelembe véve az összesített ranglista 14. helyén állt az előző szezonban a férfi csapat. Azt lehet látni, hogy évről évre folyamatosan nő és fejlődik a szurkolóink száma. Ezt tényleg a statisztikák az átlag nézőszámban lehet látni, és ahogy a csapat egy kicsit sikeresebb, vagyis egyre sikeresebb, azt tudom mondani, úgy lehet látni, hogy a nézőknek a hangja is szépen megjött, és egyre jobb, és abszolút elégedettek vagyunk. Persze lehet ezt még tovább fejleszteni, sikerekkel, akciókkal, bármi más egyéb olyan dologgal, amivel még jobbá tudjuk tenni a pécsi kosárlabdát itt helyben Pécsett. A rendezők csak arra kérik a délutáni Peac Pécs meccsre kilátogatókat, hogy a PVSK Veolia meccsére eladott, helyre szóló bérletek tulajdonosai számára adják át helyüket és üljenek át egy még szabad helyre. A belépőjegyek árusítása a pécsi kosaras csütörtökön a 15:30-es kapunyitástól folyamatos lesz. Nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Az új blokkokról kaptak tájékoztatást, Pakson ülésezett a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága.
Élhetőbbé vált nagy dorog, topos pénzből megszűnt a belvízveszély. Kórházi ápolóra támadt, 2 évre felfüggesztett börtön kapott a részeg férfi. Mátyás királyra emlékezve a Korvinák legszebb oldalaiból nyílt kiállítás Dombóváron. Csütörtökön gyengül a légmozgás, ködös párás időre kell készülni, kisebb területen várható napsütés, maradhatnak tartós ködös szürke területek is. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatalj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahová képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!